Sziasztok, ez itt a Europa Universalis 4 keleti káosz kampányának legújabb epizódja. És nincs pénzünk, nincs manpowerünk, mínusz egyen van a stabilitásunk, és egy disaster közelít. Nice. Úgyhogy tényleg most már csak az a kérdés, hogy mikor fogunk véglegesen elbukni. De egyelőre kitartunk, tudjátok mit? Egyelőre kitartunk. Ráadásul, amellett, hogy nincsen manpowerünk, még újra is kéne tölteni a hadsereget. Ez kellemetlen. Itt lesznek lázadások, amiket mondjuk lehet nem kéne megvárni, hogy megtörténjenek. Én azt mondom, hogy vásároljuk föl amennyire lehet. Ja, nagyon sok admin pontot elköltöttünk, de egyrészt csökken a lázadási kedv, másrészt elmegy ez a Peasant War nevű dolog is. Eltakarodik. És akkor így ennek fényében, hát nagyon rosszul állunk technológiában, 4-5-6. Az admin az borzasztó, ráadásul 3-at kapunk összesen havonta, tehát ez valószínűleg egyhamar nem lesz jobb. Az utódunk 3-2-2, 6 éves, hát meglátjuk. 1-3-3, nem tudom. Recall, yes please. Ugye használtuk az előző részben azt a dolgot, hogy vissza tudunk fejleszteni, vagy ki tudunk használni tartományokat, azt most nem feltétlenül szeretném, mert ahogy ti is írtátok, nagyon keveset ad, és nagyon sokat vesz el. Tehát gyakorlatilag ez a tartomány most ad nekünk, annyit is. Hát sajnálom, nem fizetek. Szóval ad nekünk 83 manpowert. Hogyha visszafejlesztünk egyet, akkor az 41 manpowert kapunk, viszont kb. A felét elbukjuk, azt hiszem. Igen, valószínűleg így van a matek. Adjam rátámad Gilánra. Gilánra. Oké, Adjam is az erősebbeknek negy neki. Jó van, hajrá Adjam, csak így tovább. Eldobom az Adjam. Ugye vannak szövetségeseink, Nagy és Hormuz, akikkel minden igaz házasságunk is van. Ja. Volt egy olyan tipp is, hogy nézzük meg a mamelukok, akiknek a barátai, vagy akiknek az ellenségei. Adjamból szövetkezett a mamelukok. Gyűlölöm, amikor ezt csináljátok, de tényleg, Adjammal. Ha én lennék a mamelukokkal, akkor azt mondaná nekem a játék, hogy Adjam az is nagy hatalomnak számít viszonylagosan, úgyhogy nem lehet összebarátkozni, fuck you. Fuck you, játék, de komolyan már. Elképesztő, hogy milyen szinten csal az AI. Ezt viszont el fogjuk veszíteni. Vagy ha nem is, nagyon sokat fogunk fizetni ezért. Nem, elveszítjük. Jó, visszavonulás. Jaj. Nem nagyon tudunk sehonnan manpowert szerezni sem. Ugye lehetne innen, de innen nem. Meg lehetne innen. De innen sem. Még kell még 6 év. És lehetne még... Gyere már onnan el, te idióta gyerek! Lehetne még innen... Természetesen innen sem. Good! Revolt! Pont te hiányoztál. Persze. Lower taxes. Hogyne? Miért is ne? És a 8000 hadsereget kéne feltölteni, úgyhogy 187 megy havonta. Ezt el fog tartani egy darabig. A mamelukok nem riválisaink többi, ez mondjuk valamennyire jó hír, bár ezt már egyszer eljátszottuk, hogy jól emlékszem. Akkor legyenek riválisaink... A horda. Ja, miért ne? Nem, nektek se fizetünk, senkinek nem fizetünk! Remek. Tehát azt akartam nézni, kik a mamelukok ellenségei, nyilván az oszmánok, a franciák és a lengyelek, egyikkel sem fogunk tudni összebarátkozni. Hát a franciák a világ másik végén vannak, hát ne viccelj már, most remegyek, hogy a Lions. Distance between both is minus 84. Hát good fucking luck with that. Lengyelek szintén valószínűleg kapnak egy jó módosítottra. Hát megpróbálnunk összebarátkozni velük, de biztos, hogy esélytelem. Most jobb dolga nincs a diplomatáinknak. Ez distance between both is csak minus 8. A többi abból jön, hogy gyengék vagyunk. Ez sajnos tény. Aztán ki van még itt? Persze ők közben... Közben befoglalnak mindent a 19000 lázadó. Mert miért ne?
nem igazán tudunk ezzel most mit kezdeni. Ezek a lázadókkal. Árdabére nem tudok rátámadni. Mert jönnek a barátai. Szóval most szépen vissza vannak foglalgatni minden területet. Mamlokokkal véget ért a békénk. Ez szintén nem a legjobb hír. Bár, hogyha mamlokok jönnének, akkor akár le is verhetnék a lázadóinkat. Ugyebár. Kik vagytok bászraiak? De nem tudunk titeket elengedni. Mert el van foglalva a terület. És hogyha pont visszafoglaljuk? Hm? Akkor mi lesz? Mert én ezzel a 19.000 fős lázadó sereggel nem tudok meg. Sajnos esélytelen, hogy én ezzel megküzdjek. Viszont mi történik, hogyha megpróbáljuk őket elengedni? Most elfoglalták minden területet, amikre ők igényt tartanak. Szépen visszafoglaljuk, és amíg az egyiket ostromolják, ahhoz szoros lesz. Ó, hova jöttök? Inkább menjünk el innen. Sose lehet tudni, hova mennek ezek a köcsögök. Aha! Majdnem elkaptál. Most mennek Greenbe. Ha, az oké, ez érdekes. Ez ad nekünk nagyon sok opció, vagyis hát egy opciót ad, de az nagyon jó opció. Gyorsan visszafogunk mindent. Hansa valószínűleg nem fogja tudni legyőzni őket, mert Hansának nincsen hadserege. Tehát most pont annyi időnk van, ameddig ők beveszik Hansát, illetve Greengrane tartományt. Miszticizmus felé megyünk, vagy legalizmus, ugye nekünk a miszticizmus kell, hogy jól emlékszem. Miszticizmus. Igen. Amúgy az is eszembe jutott, hogy lehet, hogy nem fogok én ragaszkodni ehhez a környékhez. Ugye most ezzel a kampánnyal, amit szerintem nagyrészt kudarcnak lassan elkönyvelhetünk, kipróbáltuk magukat, azokat a fő játékmechanikákat, amiket szerettünk volna megnézni. Ability. Oké, tudjunk ability-t venni. Hát csak a Vortex Cost kell. És innentől kezdve nem igazán tetszik nekem ez a környék, őszintén szólva. Tök jó lesz majd megkódítani egyszer valamelyik másik néppel, de ez így nem adja. Úgyhogy mi lenne, hogyha amikor új kampányt kezdünk, akkor hagynánk ezt a francba, és mondjuk átmennénk Amerikába. Tudom, hogy utáljátok Amerikát, de szerintem egy érdekes kampány lenne, mondjuk az asztékokkal, vagy ilyesmi. Itt nem fogunk tudni kitartani, biztos, hogy nem fogunk tudni kitartani, úgyhogy csak elengedem azt az országot, Vászrát, mint vazallust. Ugye Vászrai, igen, Vászrai lázadók, jó. És ők pedig szeretni fognak. És már is nem ellenség, az ellenség, ha minden igaz, sőt, ki szerencsével... Grain-t vagy Granit is simán megszerezhetnénk. Nem tudom ez hogy működik, most ez nagyon speciális eset, de szerintem van rá esély, hogy ugye befoglalják ezt a lázadók, és ha ott maradnak a seggükön, nem maradnak ott, át fognak menni, de várj, Vászra. Nem, az Samar, Davasir nagyháza. Szóval nem fognak átmenni, szerintem itt megülnek, mivel ezek a területek már az övék, tehát oda nem fognak átjönni. Barátságosnak fogja venni, szerintem. Vagy ha lehet, hogy, tehát, hogy lehet, hogy ezek a bászraiak most megülnek itt, de az is lehet, hogy szépen átjönnek ide, megpróbálják ezt elfoglalni, de nem fogják tudni elfoglalni, mert bászrai lázadók bászrában, értitek? Viszont akkor az lesz, hogy ülnek majd ezen a területen, 20 évig, és akkor 20 év után oda csatoljuk Bászrához. Ami mi vagyunk. Kérdés, hogy ez fővárosokkal is működik-e? Ebben nem vagyok teljesen biztos. Te gyere haza, neked már sok értelmed nincs. Ágyám továbbra is megvédi. Minket ki fog megvédeni?
Túl sok a relationünk ezzel, hogy elengedtünk egyet. Akkor Ardabilla van Royal Marriage-ünk, az hát ha megszűnik most, hogy Ardabilla meg fog szűnni. Előre láthatólag. Illetve az oszmánokkal szemben is jól lenne védekezni, nekik az ellenségeik a mamelukok, Velence és Ausztria. Ausztria. Sógor koma. Valószínűleg baromi erősek, ja, semmiképpen nem hajlandók velünk barátkozni. Te hogy állsz? 1962, hát erről beszéltem. Ez is esélytelen. Lehet, hogy visszafizethetnénk a kölcsönt. Jelenleg kölcsönre fizetünk 0.39-et. Tehát akár... Ja, jó ötlet visszafizetni. Ha lenne annyi pénzünk, de nincs. Good. És nézzétek csak, megszereztük Grain-t. Ennyi volt. Úgy látszik... Hát ez nagyon érdekes volt. Persze, vidd az aranyamat. Szálltok meg. Vigyétek csak! Kérem vissza! Hát egy részét vissza tudtam kérni, de nem mindet. Az amíroknak kéne terület. Hát barátom, azt én elhiszem, de mit adjak neked? Megkapod ezt, itt úgyis a magas az autonómia. Nem, itt nem magas. Itt ezt megkapjátok. Így. Szóval úgy tűnik, hogyha a főváros az egyetlen város, és azt beveszik a lázadók, akkor az automatikusan, amint beveszik, átkerül ahhoz az országhoz. Ma is tanultunk valamit, és igazából nyertünk is vele. Úgyhogy, jéj. Ez most nagyon ilyen pró-taktiknak tűnhetett, de esküszöm, fogalmam sem volt, hogy ez fog történni. Minden esetre, írjátok le kommentben, hogy milyen esetlegesen, milyen új kampányt látnátok ehelyett. Ja, amúgy igen, Albánia még létezik. Erre is tívtátok fel a kommentben a figyelmet. Érdekes, biztos valami jó szövetsége van. Magyarországgal plusz benne van a Trade League-ben is. Úgyhogy az elég menő. Ja, egy ilyen Trade League van. Ez tök jó lett volna, tehát az oszmánok körén simán nagyon jól állunk. Olyan szempontból, hogy gyakorlatilag az oszmánok nem terjeszkedtek. Itt bevettek egy-két területet, és kész, és amúgy meg teljesen megállt a terjeszkedésük. Tehát jó rán lett volna ilyen szempontból, de aztán csak nem jött be. Úgyhogy írjátok a kommentben, hogy hol látnátok szívesen egy kampányt. Látjátok, hogy kb. Hol vannak a határaim. Ezt a karakunylut én már nem tudtam győzelemre vezetni. Ti valószínűleg... Mármint láttam, hogy írtátok páran, hogy ti hogy álltatok, hogy sikerült, merre terjeszkedtetek, vagy új tanácsokat is adtatok. De hát én ezt gyenge vagyok. Ebben játékban vagyok a legjobb az összes játék közül valaha, de még ez is ilyen. Úgyhogy nagyjából tudjátok lőni, hogy mire vagyok képes. Talán Franciaországgal még tudnék valamit kezdeni. Esetleg az egy érdekes kampány lenne, hogyha Franciaországgal megpróbálnánk létrehozni a római birodalmat. Mármint tudjátok, be kell foglalni ezt az összes területet, és akkor létre lehet hozni a római birodalmat. Az egy érdekes kampány lenne. Az 1.24-re. Vagy pedig a Fülöp-szigetekre megyünk. 1.24, értitek, Fülöp-szigetekre. Miért ne? Ha már behozták őket a játékba. Sirvant meg tudjuk támadni. Oké, ezt nézzük csak meg. Nincsenek barátai Sirvannak. És nagyon alacsony a morálja. Nagyon gyorsan be tudnánk venni Sirvant szerintem. De figyeljetek meg, hogyha most bemegy, aha, Ardabil. Viszont Ardabil. Szóval, hogyha most bebarátkozik ez alatt az idő alatt, amíg én odaérek, akkor az nagyon gyanús. Annál gyanúsabb nem lesz. Tehát nem, ilyet én nem veszek be. Lássuk. Aha, befejezte a harcolást. De még mindig előny van nálunk. Mármint, tudjátok, a harcolást, a kiképzést, jó? Megtámadjuk. És valamit tudunk csinálni.
Maliki, Development Cost, 50 Admin Power. Hát sajnos ez nem kell. Shafi, Merchantök, ez is 50 Admin pont lenne. Nem. És nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy a piétánk lehessen jóra. Odaérünk még hófordul előtt? Igen. Good. Jó, nem vesztettünk semmit. Akkor itt marad mindenki, aki ostromolni szeretne. A többiek meg... Nem. Oké. Okay. Itt marad... Még egyszer. Itt marad összesen... ezt tudtátok? Ezt... Ja, igen, szerintem együtt néztük ezt a trükköt, hogy rákattintok erre, és ti átjöttök ide. Ti meg maradtok itt ostromolni. És akkor most várunk. Szerencsére nagyon keveset vesztettünk, valószínűleg magával az ostrommal többet fogunk veszíteni. Wolf's Bridge, az egész jó, hogy elsőre. Mi van még? Tudunk, technológiában nem leszünk lemaradva, ez mindenképpen jó. Sőt, szerintem megkockáztathatunk egy fejlesztést is ide. 72 mil pointba kerül, ugye az ideák nagyon messze vannak, messze is maradnak, mivel adminból nagyon-nagyon rosszul állunk. Ez adna 250 manpowert. Invited to add Eidal Fitr, Karakuny Lopinion of Gazimok Change by 10. Ezek a legjobb események a játékban. De kívánni se lehet ennél jobbat. Igen, egyet dobtam a manpower-ön, illetve ezen, hát a manpower megérzi. Gain 25 Tribal Legions, az jól hangzik. Local Development Cost, nem. Nekem kell az a Tribal Legions. Adja csak ide. Hol van? Itt van. Most van 18, kapunk még 25-öt, az 41. Azaz tudunk venni ilyet. Ezeket tudunk venni. Cavalry Compatibility. 6 Shyband Cavalry, az nagyon jó. Ez hülyeség. Ez is hülyeség. Jó, kérjük. Kösz. És kérjük a hadsereget. Kösz. Again. Oké. Most igazából szerencsénk volt. Kétszer is. Ezt továbbra sem kell. Ennek kéne még lemenni 12-vel csökkenni, és akkor megjön a 75. Kapnánk 4000 manpower-t. Hát az ne... Igen. Tehát nem kell hangsúlyoznom, hogy az mennyire ki lennénk azzal segítve. Közben a sirvaniak és az ardabiliek is lázadnak. Az ardabiliek valószínűleg nem fogják sok helyek bírni. A sirvaniak már jobb kérdés, talán ők de. Riazan védi meg Imeretit. Riazan védi meg Akkuyunlut. Ajam védi meg, érted? Ajam mindenkivel bebarátkozott. Fuck you, Karakunylu! Ezt mondta gyakorlatilag. Ez röhelyes. Röhelyes. De megvan semmi ostroma. Tehát mindenki jól végezte dolgát, mehetünk haza. És kérjük a két területet. 100 aranyat adnak mellé. 52 cucc. Ezt megtarthatják. Azt hiszem ez lesz a jobb, mint a vazallus. Szerintem ez jobb döntés most, mint a vazallizálás. Vazalusban már sok van nekünk, és talán ezt a két tartományt még be tudjuk olvasztani, úgyhogy az értelmesen működjön. Jó, itt mennyi a súly? 21, akkor azt nem fogjuk szerintem túllépni. Vagyunk 20, jó. És mivel szerencsére ezzel az eseményen nőtt a manpowerünk, nem, az nem nőtt, de a force limitünk az közelebb vagyunk, tehát 20.000 sereget lát az AI, hogyha ránéz erre a cuccra. Ezért kicsit kisebb az esélye, hogy megtámadnak minket. Minimálisan, de csökkent az esélye. Lehet-e olyat csinálni, hogy ezt mikor állíthatom? 73-ban. Ez mindjárt itt van. 10 diplópontot kapunk, vagy 2 base manpower-t, és aranyat vesztünk. És vesztünk egy base manpower-t. Ahvaz és Hojevizilla. Ahvazban van 75%-os autonómia, Hojevizilla van 0%, nem, szintén 75%-os autonómia, ilyen szempontból nem számít. Hojevez több manpower-t gyárt jelenleg. Ahvazban kapnánk 2.
Aha, tehát akkor itt lenne három. Ez igazából a Sailor-ök miatt érné csak meg. Más nem nagyon van, ami így számítana. Kérjük ide, mert azért csak jó lesz a Sailor egyszer csak. Talán. Tudjátok, mit kellett volna, miért rákattintok? Csökkenteni itt egyel. Tehát kivenni innen egyet, exploitolni, és aztán rákattintani. Kíváncsi lettem volna, hogy mit csinálna majd legközelebb. Minden esetre ennyi volt a mai epizód, köszönöm a figyelmet. Innen folytatjuk jövő héten. Még mindig nem haltunk meg? Yay! Sziasztok!